Sziasztok! Tóth Ágota vagyok, a Szabadkai Kosztolányi Dezső Tehetséggondozó Gimnázium magyar tanára. Két világ között állok, egyikben sem vagyok otthon. Épp ezért kissé nehéz a sorsom. Ez az idézet Thomas Manntól való, a Tonio Kröger című kisregényéből, és igazából Thomas Mannról is szól, és Tonio Krögerről is. Thomas Mann a 20. század első felében élt, és valóban két világ között állt, ugyanis abban az időben az európai történelem, politika, társadalom nagy változások előtt állt, és Thomas Mann e között a két dolog között állt. Tonio Kröger pedig az ő hőse, ő pedig, ahogyan az alcímből is láthatjátok, a polgár, a művész és a társadalom között állt. Ezek között a problémák között vívódott Tonio Kröger. Thomas Mannról szeretnék néhány dolgot mondani. Többször is ellátogatott Magyarországra, Kosztolányi Dezsővel is nagyon jóban volt. 1937-ben is járt Magyarországon, akkor ugye Kosztolányi már nem élt, viszont József Attila volt, aki akkor őt fogadta, és egy verset írt Thomas Mann üdvözlése címmel. És ebben a következőt mondja Thomas Mannról, ami egy kicsit furcsán hathat, ezt mondja róla, hogy ő fehérek közt egy európai. Mi ebben a furcsa? Hát az talán leginkább, hogy ez azt jelenti, hogy európainak lenni nem annyit tesz, mint fehérnek lenni. Szeretnék egy kicsit erről beszélni, mielőtt a Tonio Krögerrel foglalkozunk, azért, hogy az íróról is legyen szó. Mit jelent európainak lenni? Thomas Mann az európai irodalom egyik legnagyobb alakja, a német irodalomban pedig talán azt mondhatjuk, hogy Goethével együtt ők a legnagyobb írók. És Goethének is ugyanaz volt az értékrendje, ami Thomas Mannnak, ez pedig a humanizmus. És azt mondhatjuk, hogy az európaiság az azt jelenti, hogy humanistának lenni. Na de mit is jelent humanistának lenni? Hát azt jelenti, hogy a legfőbb érték az ember és az életnek a tisztelete. Ugye az európai alapértékek ezek a szabadság, a testvériség és az egyenlőség. És azt gondolom, hogy most, amikor nagyon sok szó esik arról, hogy mit jelent európainak lenni, és hogy egyáltalán mi európaiak vagyunk, és védjük az európai kultúrát, nem árt, hogyha ezen elgondolkodunk, hogy de mi is volt ez az európaiság, és mi is ez? Hát a humanizmus, ez, amiről most itt beszéltem. Thomas Mann más kérdéssel is foglalkozik műveiben. Az egyik leggyakrabban fölvetett problémája, amivel ő sokat küzdött maga is, ez a polgárság és a művész lét közötti dilemma. És a Buddenbrook ház című regényében, nagy regényében adja ennek a problémának az egyik legátfogóbb értelmezését. És ugyanezt a problémát tematizálja a Tonio Kröger című kisregényében, ami 1903-ban jelent meg. És akkor most már erről a műről fogok beszélni. A kisregény három részből áll. A főszereplője Tonio, 14 éves az első részben, Kröger konzulnak a fia. Ő egy különc fiú, és ennek a különcségének a tudatában van. Tulajdonképpen csak egy barátja van neki, ez a barátság is elég furcsa, majd látni fogjátok, és ezt a barátját ő rajongva szereti. Nézzük meg, hogy hogyan látjuk őket egy alkalommal, amikor az utcán sétálnak. Hans rövid szalagos dán matróz sapkája alól kigöndörödött hajának egy lenszőke fürtje. Feltűnően csinos, jó alakú fiú volt. Széles vállal, keskeny csípővel, nyílt, éles pillantású, acélkék szemmel. Tonio kerek prémsüvege alól, barnás és déliesen éles metszésű arcából, ellenben sötét, szelíden árnyékolt, túlságosan súlyos pillájú szempár pillantott elő, álmodozón és kissé félénken. Szája és álla szokatlanul lágyidomú volt. Hanyagul, egyenlőtlen léptekkel járt,
míg Hansen karcsú, fekete, harisnyás lábai rugalmasan és ütemesen rótták a járdát. Hát elég sok különbséget láthatunk ebben a leírásban. Először is nyilván, ami a leginkább föltűnik, az a tipikus északi és a tipikus déli személyiségjegyek, megjelenési jegyek, ugye. Hans szőke, kékszemű, látjuk azt, hogy nagyon egészséges, erőteljes testalkatú, ezzel szemben ugye Tonio barna, és egészen máshogyan mozognak és jelennek meg az utcán. Ugye azt hangsúlyozza a narrátor, hogy Hans ruganyos léptekkel ütemesen jár, és ő mellette pedig ugye Tonio, aki hanyagul és egyenlőtlen léptekkel rója az utcát. A másik a tekintetük. Azt mondja ugye, hogy Hans éles pillantású, ezzel szemben Tonio azt mondja, hogy szelíden árnyékolt és álmodozó tekintetű fiú. Tehát azt láthatjuk, hogy teljesen különböző a két gyerek. Nem csak ebben egyébként, nem csak a megjelenésükben, hanem a személyiségük is egészen más, ugyanis, mint ahogyan látjuk is, Hans nagyon jóképű, és ennél fogva mindenki nagyon szereti őt. A tanárai is rajonganak érte, és minden felnőtt, nem csak azért, mert szép, hanem azért is, mert nagyon szorgalmas, és nagyon jó tanuló, kitűnő tanuló. És hát ugye a tanárok a kitűnő tanulókat szeretik. Kivéve, aki nem, ugye. Nos, tehát Hans egy ilyen típusú fiú. Gondolom, hogy most már érzitek és látjátok, hogy milyen lehető. És ezzel szemben Toniót nem szeretik a tanárai. Állandóan a legnyavajásabb bizonyítványokat vitte haza, és emiatt apja gondosan öltözött, tűnődő, kékszemű, magas úriember, aki a gombjukában mindig egy szál mezei virágot hordott, sokat mérgelődött és emésztődött. Tonio anyja azonban, az ő szép, fekete szemű mamája, aki a keresztségben a Consuelo nevet kapta, és általában oly nagyon elütött a város többi hölgyeitől, mivel Kröger papa annak idején valahonnan a földabrosz legalsó szegélyéről hozta fel, az édesanyja édeskeveset törődött azzal, milyen a bizonyítványa. Azt látjuk, hogy Tonio önmagában is két világot hordoz. Az anyja és az apja ugyanúgy két világ, mint ahogyan ő és Hans a barátja. Az apáról látjuk, hogy egy tipikus északi férfi, az anyáról pedig azt látjuk, hogy egy tipikus déli asszony. Később azt is megtudjuk, hogy az anyuka zongorázik, és hát egy ilyen művészlelkű, érzékeny, finom asszony. Tehát ez a két ellentét jelen van Tonioban belülről is, a szülein keresztül. És ezt mutatja a neve is, az, hogy Tonio Kröger, ugyanis a Tonio az egy ilyen délies hangzású név, a Kröger pedig egy tipikus német név. Úgyhogy Thomas Mann úgy alkotta meg ezt a figurát, hogy mindenben ezeket az ellentéteket látjuk. Na most Tonio nagyon szeretne olyan lenni, mint az apja, és nagyon szeretne olyan lenni, mint a barátja. Nem véletlenül választotta őt barátnak, és nem véletlen, hogy annyira rajong érte, és mindent megtesz azért, hogy ők jó barátok lehessenek, mert szeretne, ő látja azt, hogy ezeknek a szőke, kékszemű embereknek az élete sokkal egyszerűbb, mert nem gondolkodnak olyan mélyen, és nem mélyülnek el annyira, hogy lássák a sok problémát, amit ő és az ő típusa lát, és ezért ösztönösen gyerekkorától kezdve ez a világ vonza őt. Viszont Hans és Tonio Kröger között egy olyan szakadék van, ami áthidalhatatlan. És mielőtt ezt elmondanám, egy ilyen gyors áttekintés, hogy mi jellemzi a szőkéket, kékszeműeket, barnákat és a barna szeműeket. Ugyanis az egész kisregényt Thomas Mann úgy építette föl, hogy tulajdonképpen ezek a szimbólumok irányítják az egész történetet, és Toniónak a dilemmája az ezek között, a szimbólumok között járkál.
Tehát azt láthatjuk a szövegből, hogy a szőkék és a kékszeműekre az a jellemző, hogy magasak, sportosak, szorgalmasak, fegyelmezettek és vidámak, és ezzel szemben a barnák és a barna szeműek pedig álmodozóak, melankolikusak, hanyagok és elmélyült gondolkodásúak. Tehát két véglet. És innen szeretne átkerülni oda, vagy legalábbis valahogy nagyon vonza Tóniót ez a másik világ. Nos, tehát akkor nézzük ezt a párbeszédet, amire az előbb utaltam. Tónió és Hans az iskolából együtt szoktak időnként hazamenni, és egy ilyen hazafelé úton zajlik közöttük a következő párbeszéd. El kell olvasnod, Hans, tudnélik, Schiller Don Carlosáról van szó. Ha akarod, kölcsönadom. Nem, nem, mondta Hans Hansen. Hadd csak, Tónió, nem való az én nekem. Én már csak tudod, megmaradok a lószakkönyveimnél. Mondhatom, remek képek vannak benne. Egyszer, ha eljössz hozzám, megmutatom. Csupa pillanat felvétel, látni a paripákat ügetésben, vágtában, meg ugratás közben, mindenféle helyzetben. Úgy, ahogy a valóságban nem lehet látni, mert túl gyors a mozgás. Mindenféle helyzetben? Szólt Tónió udvariasan. Érdekes. Hanem az a Don Carlos, hát az minden képzeletet felülmúl. Vannak benne helyek, meglátod, olyan gyönyörűek, hogy az emberbe belenyilallik, csak úgy csattan. Csattan? Kérdezte Hans Hansen. Hogy? Nagyon mulatságos ez a párbeszéd, mert érdekes, amikor két világ próbálkozik azzal, hogy valahogyan találjanak valami közös nevezőt, de hát nem nagyon sikerül. Ugye azt látjuk, hogy nem is értik azt, hogy a másik miről beszél. Tehát egyszerűen teljesen meg vannak rökönyödve azokon a kifejezéseken, amiket használ a másik, és hát ez nyilván abból következik, hogy teljesen más világban élnek. Ugye nagyon jellegzetes és nagyon jellemző az, hogy Hans olyan könyveket szeret, amiben képek vannak. Nyilván ti is ismertek ilyen embereket, akik azt mondják, hogy milyen könyv az, amiben nincsen kép. Más meg azt mondja, hogy milyen könyv az, amiben van kép. És ez a probléma itt is. Tehát Hansot a lóversenyek érdeklik, a sport érdekli, a valós, reális dolgok. Tóniót pedig a költészet érdekli, az érzelmek, az érzékenység, és verseket is ír. Úgyhogy tulajdonképpen a kisregény azt mutatja be, hogy hogyan jut el Tónió onnan, hogy vágyakozik ezek közé, a szőkék, kék szeműek közé, hogyan jut el oda, hogy elfogadja azt, hogy ő a másik csoporthoz tartozik. Tóniónak van egy szerelme is, akit úgy hívnak, hogy Ingeborg Holm, aki egy szőke, kékszemű lány természetesen, és természetesen nem vesz tudomást Tónióról, a fiú mindig csak távolról nézi őt. És mivel a lány tánciskolába jár, ezért Tónió is elmegy a tánciskolába, megpróbálkozik vele, de nem sikerül neki. Tehát nem megy neki a tánc, képtelen arra, hogy ezeket a szabályozott lépéseket megtegye és kövesse, ami ugye egy kötött tánchoz hozzátartozik. Viszont nagyon érdekes ez a kérdés, mert ugyanúgy, mint ahogyan a szőke kék szemű, barna-barna szemű szimbólumot használja Thomas Mann, ugyanúgy a táncnak is van egy ilyen szimbolikus jelentése, ami megjelenik később is a történet során. A táncnak szimbolikus jelentése van tehát. Mindjárt megnézzünk most egy jelenetet, ami a tánciskolában zajlik. Tónió nézi a táncoló fiatalokat, és figyeli a tánctanárt. És ezt a következőképpen mutatja meg. Mondjál a narrátor. Ezt gondolja Tónió, miközben nézi a tánctanárt. Micsoda lehetetlen egy majom, gondolta magában Tónió Kröger. De jól látta, hogy Inge Holm, a jókedvű Inge, gyakran önfelett mosollyal követi Knák mozdulatait, és nem ez volt az egyetlen oka annak, hogy Tóniót mindezek a csodálatos testi ügyességek alapjában véve bámulatra kényszerítették. Mély háboríthatatlan nyugalom volt Knák úr tekintetében. Nem nézett ő a dolgok mélyére, odáig, ahol bonyolultakká és szomorúakká válnak. Szeme nem tudott egyébről, mint hogy barna és szép. De épp azért volt a tartása is büszke.
Igen, ostobának kell lenni ahhoz, hogy az ember úgy tudjon lépdelni, mint ő. És akkor az embert szeretik, szeretetre méltónak tartják. Nagyon meg tudta érteni, hogy Inge, az édes szőke Inge úgy nézett Knack úrra, mint ahogy nézett. Érdekes ugye az, hogy látjuk, hogy Tónió elsőre azt gondolja erről az emberről, hogy micsoda lehetetlen egy majom. Azért, mert ugye belegondolunk, akkor értjük, hogy nézett kívülről azt, hogy az emberek táncolnak, nyilván itt egy ilyen klasszikus kötött táncról van szó, hogy ez milyen furcsa dolog, hogy vannak bizonyos ritmusok, szabályok, és arra lépkednek az emberek. Ez kívülről nézve tényleg elég mulatságos, és nevetséges is lehet. De ugyanakkor Tónióra jellemző módon tovább gondolja ezt a dolgot, és azt mondja, hogy értette azt, hogy Inge miért néz ilyen átszellemült mosollyal sokszor erre az emberre. Ugyanis Knack tanár úrból azt mondja, hogy nyugalom árad. És miért van ez a nyugalom? Azt mondja, hogy azért, mert ő nem néz a dolgok mélyére, nem néz oda, ahol már a dolgok bonyolultá válnak, mert hogyha a dolgok mélyére látunk, és meglátjuk a bonyolultságot, akkor már ez az átszellemült mosoly, ez eltűnik az arcunkról. És nyilván ti is tudjátok azt, ahogyan itt a narrátor is mondja, hogy őket szeretik az emberek, azokat, akik ostobán tudnak lépdelni a szabályok szerint, és tudnak mindig mosolyogni, és tudnak mindig kedvesek lenni, és vidámak lenni, azért, mert nem foglalkoznak a mélyebb dolgokkal. És ezek a szeretetre méltó emberek, ezek a kedves emberek, ezek azok az emberek, akiket mindenki szeret. És ezt fölismeri Tónió, és ez egy nagyon fontos fölismerés. Miről is van szó? Arról mi az a konklúzió, amire eljut, ugye, amit megért Tónió, az az, hogy a szabály, meg hát egyáltalán az egész kisregény ezzel a szimbólummal dolgozik, hogy a szabályok gondolkodás nélküli követése, mint ugye a tánc, a dolgok mélyebb értelmének kutatására való képtelenség. Tehát ugye Hans nem azért nem olvassa Schillert, mert nem akarja, hanem mert nem tud vele mit kezdeni. Tehát, hogy nem tud a dolgok mélyebb értelmébe belegondolni. Egyszerűen nem megy neki. És az ebből következő elégedettség és boldogság, tehát ugye, ahogy mondtam, hogy ennek az a következménye, hogy az ember elégedett és boldog, mert nem látja lent a mélyében a nehézségeket. Tehát ők elégedettek és boldogok. És ez tulajdonképpen a szőkék és kékszeműeknek a gazdagsága, amire vágyik Tónió, ezért szeretne közéjük tartozni, mert vágyik erre a könnyed életre, és erre az egyszerű gondolkodásmódra, de ugyanakkor a szegénységük is nyilván egyben a szőkéknek és a kékszeműeknek. Na most a továbbiakban a kisregény második és harmadik részében a felnőtt Tóniónak a történetét látjuk. Ekkor már eljut odáig, hogy fölismeri azt, hogy ő nem tartozhat a szőkék és kékszeműek közé, mert egyszerűen alkalmatlan arra, hogy úgy éljen, mint ahogyan ők. Na most, ugye az volt az alcím, hogy polgárművész társadalom, tehát nyilvánvaló, hogy a polgári világot képviselik a szőkék és a kékszeműek, a polgári gondolkodásmódot és életmódot, és ez az, amire vágyott Tónió, de fölismeri, hogy ő erre alkalmatlan. És miután fölismeri, ő művésszé válik, író lesz belőle, amikor felnőtt, akkor már tovább az a kérdése és az a problémája, hogy hogyan kell a művésznek alkotnia, milyen világot kell megmutatnia, hogyan kell élnie, viselkednie. És ez abban a korban, amikor Thomas Mann írta ezt a kisregényét, akkor egy átalakuló félben lévő elmélet volt. Ahogyan ugye a mottóban is írtam, hogy két világ között állok, ugyanis a romantikus zsenikultusz és a modernizmusban a l'art pour l'art művészet értelmezés, az ugye azt mondta, hogy a művész az különüljön el
távolodjon el a társadalomtól, a művészre nem vonatkoznak a társadalom törvényei, és ő magasabb szinten van, mint a polgárság, mint az átlag emberek. Ez volt tehát abban az időben az általános művészeti értelmezés, és Thomas Mannnak ez nem volt megfelelő értelmezés, hiszen ő maga is polgári származású volt. A Tonio Krögerben ő tulajdonképpen nagyon sok részben önmagát írta meg, tehát a saját problémáit írta meg ezzel a polgár és művész lét közötti dilemmával. És Tonio Kröger végül arra a fölismerésre jut, hogy ő, mint művész, őtől nem lehet elvárni, és ő sem várhatja el saját magától, hogy a polgári életforma szerint éljen, és a polgári értékek szerint éljen. Viszont művészként az a feladata, hogy mivel ebből ki tud emelkedni, ezért ezt a világot jól meg tudja mutatni. Tehát a művész célja és feladata az, hogy felolvasom ezt a részt Petőné Nagy Csilla irodalomkönyvéből, a művészt az különbözteti meg a polgártól, hogy képes eltávolodni a polgári világtól, felülemelkedni az életen, távolságtartóan szemlélni, megismerni és értelmezni a világot. Tehát, hogy pontosan azért, mert ő nem része a polgári világnak, ezért felül tud emelkedni, és fölülről szemlélve meg tudja ezt érteni, és értelmezni tudja, és be tudja hitelesen mutatni. Szeretnék visszaugrani még, mert az előbb itt véletlen kimaradt ez az idézet, és nagyon szeretem, Einsteintől van. Hasonlóképpen gondolkodott ő is, mint Thomas Mann és mint Tonio Kröger. Egyszer, amikor a menetelő katonákat nézte, akkor mondta ezt: nem becsülöm azt az embert, aki élvezettel tud a sorban zeneszó mellett menetelni. Ez az ember agyát csak tévedésből kapta, hiszen teljesen elegendő lett volna neki a gerincvelő is. Ugye a katonákról van szó, akik megadott ritmusra és zenére menetelnek. Tudjuk, hogy Einstein mikor élt, ugyanakkor, amikor Thomas Mann, a két háború között, amikor nagyon súlyos idők következtek, és ők ezt mind a ketten látták. És nem véletlen, hogy ugye a Tonio Krögerben ez a táncban jelenik meg ez a probléma, amit Einstein ugye a valóságban látott az utcán, ahogy meneteltek a német katonák. Hogy ezt így összekötik, hogy aki nem képes arra, hogy elgondolkodjon, hogy most miért is csinálom ezt, csak megy a ritmusra, megy az ütemre, megy a szabályok szerint gondolkodás nélkül, hogy az tulajdonképpen nagyon veszélyes, mert nagyon sok rosszra is föl lehet őket használni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a Tonio Kröger egy olyan mű, amit én nagyon szeretek, és többször elolvastam már, érdemes olvasni, mert nagyon komoly gondolatok vannak benne, és ugyanakkor nagyon fontos kérdésekkel foglalkozik, úgyhogy aki szeret olvasni, meg szeret gondolkodni, és nem csak képes könyveket olvasni, annak ajánlom, hogy olvassa el. Köszönöm a figyelmeteket, sziasztok!